Uram, miért állasz távol? Miért vagy távol szükség idején? A gonosz kevésége miatt sanyarog a szegény. Mit szerencsétlenkedsz itt? Majd én megmondom, hogy mit csinálj. Éjjel parkolj a kapubejáróba, és itt senki nem tud majd odaállni. Biztos úr, itt valami félreértés történt. Miért rak büntető cédulát az autómra? Nem lát? Nincs szemed? Nem, de az ott egy megállni tilos tábla. De hát ezt a táblát miattam rakták ki, hogy szabadon ki tudjak parkolni az udvaromból. Akkor hajtson ki, de ne parkoljon ott, ahol tilos. De hát nem érti, ezt miattam rakták ki. Hát persze, maga miatt. De magára épp úgy vonatkozik, mint bárki másra. De hát ezt nem érti. Hát nem érti, hát miatt az én kérvényemre rakták ki azt a táblát. Akkor annál inkább kéne jó példát mutatni másoknak. És másnap reggel ismét büntető cédula virított vala jobb taxián, és a következő reggelen megint. Miért mindig újabb nyomorúság ér rám? Hogyha bent parkolok, akkor nem tudok kihajtani, hogyha beállok a kapu elé, akkor megbüntetnek. Messze nem az az éjszaka, amikor azt mondták, fiúfogantatott, és az a nap, amelyen születtem. Ettől kezdve jobb képtelen volt mással foglalkozni, mint az parkolási ügyével vala. Napjait reggeltől estéig a szivataloknál töltötte vala, ahol rekedre kiabálta magát az igazságét, és egyébként is. Értse meg, uram, hogy minden a jog és a törvény szerint történik. Ki kell állítanunk a büntető cédulákat, hiszen a bejárat előtt nem jelzi semmi, hogy ez az ön tulajdonát képzi. Hát akkor írják ki! Mit képzel? Csak a diplomáciai testület és a kormány tagjait illeti meg a jog, hogy névre szóló parkolóhelyük legyen. Inkább örüljön, hogy kitettük a parkolást tiltó táblákat. Egyébként meg miért akar az utcán állni, ha van bőven hely az udvarban is? Nem hiszem el, hát mondom, miért akarok én oda állni? Hát adjam már végén, ilyen link, vissza, adjál már békén! Ettől a naptól fogva jobb minden reggel eltávolította az büntető cédulákat, és a földhöz vágta vala. Mivel szent fogadást tett, hogy többé nem fizeti be azokat, ezért gyakorta előállították és vétkesnek nyilvánították. Ezzel szaporította vala büntetéseit és családjának keserűségét, míg nem egy reggel hiába kereste a büntető cédulát, mert a taxiát a hatóság elszállította vala. A kövek ereje az én erőm? Avagy testem acélból van-e? Hát nincs segítsége számomra? Avagy a szabadulás elfutotté tőlem? Nem látod, hogy a jog és a törvény gúnytűz belőled? Vitesd el a tiltótáblákat, és minden gondod megoldódik majd, hiszen a házunk kapuja előtt bármikor parkolhatsz majd, büntető cédula nélkül. Mit képzel maga, hol van? A piacon? A bazárban? Alig pár napja még azt akarta, hogy rakjuk ki a táblákat, most meg távolítsuk el? Ez nem pár napja volt, hanem évekkel ezelőtt. Na majd ehetek pár csepp könnyet, de higgy el, a kezem meg van kötve. Amíg ott van az az udvar, biztosítani kell a szabad kiárást. A táblák maradnak. Jaj, de jó, hogy jöttél. Egyszerűen nem lehet vele beszélni. Csak ül és néz maga elé. Ne aggódj, Istennél minden lehetséges. Éppen itt az ideje, hogy ezt ő is megértse. Szevasz, kunstette. Hát úgy nézel ki, mint a 10 csapás. Hoztam neked egy igét. Erre ráhat. Azt mondja Isten. Légy jó akarója a te ellenségednek, amíg az úton vele vagy. Hogy nehogy a bíró kezébe adjon, vagy a korosztó kezébe, hogy nehogy tömlözbe vessen téged. Mire gondolsz? Hát beszéltél már ezzel az Elifázzal? Beszéltél már neki az úrról? Lehet, hogy közelebb van a szabadulásod, mint gondolnád. Félek tőle, mert meg akart verni. Te nem hallottad még, hogy a szelíd beszéd még a csontokat is megtöri? Hát menjünk el és beszéljünk vele. De...
Hát figyelj, leállsz a kocsival az udvarba. Én itt maradok veled, megvárjuk, amíg idejön, kimegyünk és beszélünk vele, teszünk neki bizonyságot. Jó, menjünk. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. And blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Az én erőm, vagy a testem acélból van itt? Hát... Mit szerencsétlenkedsz itt? Majd én megmondom, hogy mit csinálj. Ilyen... Jó. Elfelel mennünket a taxival az iskolába! Persze. Juhi! Nem látok semmit. Oda parkolok, ahova akarok. Még egyszer. Az a helyzet, hogy egy autó nap mint nap beparkol a kapunk elé, és már egy ideje nem tudok kiállni a taximmal, amikor inkább beindulnék. Az a helyzet, hogy egy autó nap mint nap beparkol az udvarunk elé, és már egy ideje nem tudok kiállni a taximmal, amikor munkába indulnék. Nocsak. És miközben... Majdnem! Egy autó nap mint nap beparkol.